A belső helyen végzett csapat nem más, mint az MTK Budapest. Vasárnap van, és az a helyzet, hogy a tegnapi napunkból csak annyit láthattatok, hogy megreggeliztünk, és utána el is indultunk Csornára, a focitornára, ami teszem hozzá, hogy iszonyatosan színvonalas focitorna volt. Viszont annyira siettünk, és kora reggel itt gyorsan beindultak az események, és felvettem nektek, amint láttátok, azt a győzelmi pillanatot. Budapesti NTK gyerekek csapata nyert, és nagyon megérdemelték a nyerességet, viszont innen is gratulálok az összes dinamos gyerkőcnek is, mert hogy nagyon ügyesek voltak, még akkor is, hogyha nem nyerességgel zártuk ezt a napot. Szóval eléggé hosszú volt az út is, hosszú volt minden, nagyon hosszú volt maga a focitorna is, mert hogy délután 4:45-kor indultunk hazafele, és nagyjából 5:30-6 órára jöttünk haza, szóval reggel 8 órától akkor indultunk, egészen estig ott voltunk, este 6 óráig, és utána, amikor hazaértünk, már annyira fáradtak voltunk, hogy mindenki letusolt, vacsorázott, és itt a kanapén még közösen a gyerekekkel és a férjemmel megnéztünk egy mesét, és mindenki ment aludni, mert hogy olyan szinten elfáradtunk. A férjem dolgozni volt egész nap, és akkor ért haza, amikor mi. És a mama volt a két kisebb gyerkőccel, csak Milánnal ketten mentünk. Az ilyen nagyobb egésznapos rendezvényekre szeretem, hogyha rá tudom bízni a kisebb gyerkőcöket valakire, mert hogy nyilván nekik annyira nem izgalmas egész nap focit nézni. Na de nem is erről szerettem volna itt nektek beszélni ma, vagy mesélni, hanem arra gondoltam, hogy mivel ez a vlogolás most egy kicsit elmaradt a tegnapi nap is, hogy egyszerűen nem volt mit vlogolni, mert amikor hazaértünk is gyakorlatilag tényleg az egy kanapén töltött óra után mindenki bedölt az ágyba, és gyakorlatilag 8:30-kor már még mi is aludtunk. A gyerekek 7:30-ra mindegyikőjük úgy horkolt, hogy ez csak na. Szóval tényleg nem tudtam volna mit videózni. És a mai napon meg kaptam megint egy e-mailt, és arra gondoltam, hogy egy kicsit beszélgessünk azokról a kérdésekről, amikkel engem heti szinten megkerestek, és ne értsétek félre, abszolút, de abszolút nem zavar, nyugodtan kérdezzetek. Viszont van kettő olyan kérdés, amit minden héten minimum egy ember megkérdez üzenetbe, de általában 2, 3, 4, 5, és az első ilyen kérdés az itt Komárnóban, Mercury Market, vagy itt Szlovákiában, hogy mennyire éri meg, tényleg olyan jó-e, tényleg, na szóval a Mercury-val kapcsolatban minden héten kapok kérdéseket, és akkor ezekre, amit szoktam válaszolni, arra gondoltam, hogy ezt most itt a videóban is elmondom. És ha valaki kérdezi, akkor mindig majd belinkelem ezt a videót, mert itt megtalál minden választ. Az első, amit ezzel kapcsolatban szeretnék mondani, az a nyitvatartás. Szlovákiában teljesen más ünnepnapok vannak, mint Magyarországon. Ami azt jelenti, hogy mondjuk augusztus 20-a nem ünnep, de mondjuk szeptember 1-e ünnep. Úgyhogy amikor esetleg jönni szeretnétek bevásárolni bármilyen üzletbe, itt mindig nézzétek meg, hogy esetleg nincs-e ünnepnap az adott napon, mert tényleg sok ilyen államünnep van Szlovákiában, és teljesen mások, mint Magyarországon. Ez az egyik legfontosabb. A másik az, hogy ezekben az élelmiszerüzletekben megéri-e átjönni. Megmondom nektek őszintén, hogy van egy csomó újdonság, vagy ami egy kicsit más, de szerintem árérték arányba, mondjuk ha 100 kilométerről eljössz és elutazol, elautózol 100 kilométernyi üzemanyagot, akkor nem feltétlen fogsz annyira rosszul vagy jól járni, hogyha nem akarsz ilyen extra nagy mennyiségű valamit venni abból, ami esetleg Magyarországon nincs. Szóval nem tudok olyan kiemelkedő dolgot. Nyilván van itt is egy csomó olyan
tradíciós étel, vagy tradíciós dolog, mint például a kofola, vagy a halsaláta, amiért kimondottan ide járnak. Hogyha itt jártok, akkor érdemes megállni, viszont én úgy gondolom, hogy nagyon messziről nem feltétlenül érdemes anyagi okok véget átjönni. Aztán a Mercury Market. A Mercury Marketről az a véleményem, hogy egy nagyon jó üzlet árérték arányba, szerintem sokkal jobb, mint az IKEA például, eléggé nagy a kínálatuk, viszont iszonyatosan rossz a szisztemája az egész lengyel üzletnek, ami azt jelenti, hogy külön vannak részlegek, mit tudom én, lámpás részleg, bútor részleg, kert részleg, mondjuk ilyen csempe, ajtó részleg, és minden részleghez tartozik, nem tudom, 2-3 eladó, és hogyha mondjuk te meg akarsz venni egy, nem tudom, egy adag csempét, akkor nem megfogod, és ott van a csempe mellette, hanem kiíratod egy papírra azzal az eladóval, aki ahhoz a részleghez tartozik, amivel az a problémám nekem, hogy az eladókat hajkurászni kell. Rettentően nehéz a Mercury-ba eladót találni, legalábbis a legtöbb részlegen, mivel nagyon kevés, és mivel mindent papírra kell írniuk, így szerintem eléggé sok munkájuk van, és nehéz őket megtalálni, vagy nehéz szabad eladót találni. Ez az egyik legfőbb gond vele, és rengeteg türelem kell. Szóval, hogy ott de nem érdemes úgy bemenni, ha mondjuk van fél órád, és sietsz, csak meg akarsz venni valamit, mert egy fél óra alatt gyakorlatilag egy villanykörtét se tudsz szerintem megvenni, legalábbis az esetek 98%-ában, és ez tényleg így igaz. Nyugodtan cáfoljatok meg, biztos, hogy van egy-két ember, akinek nagyon gyorsan sikerült megvennie akármit, de 90%-ig ez egy lassú történet, idegtépő, ezen nincs kód, akkor ezt vidd vissza, írassál ki másikat, a csavarokat mérni kell, az eladó méri, ráírja a számot, szóval, hogy a szisztemája nem annyira gyors, vagy nem annyira, hogy mondjam, gördülékeny, mint mondjuk egy IKEA-nak, vagy egy egyéb bútorüzletnek, akár kisebb bútorüzletnek. Hát minőségileg szerintem én egy ilyen közép kategóriába sorolnám be, mert hogy amúgy a bútoraink 90%-a onnan van. A konyhát csináltattam asztalossal, vagy csináltattuk, viszont például a kanapé, a vétkezőszekrény, a bútorok tőlünk, vagyis nálunk nagyjából onnan vannak, és nem mondom, hogy rosszak, szóval, hogyha úgy nézzük, hogy például a nagyszüleink vagy dédszüleink, hogyha megvettek mondjuk egy nappaliba egy ilyen falat, vagy itt falnak mondják ezeket a nappali bútorokat, úgy mondják, hogy nappali fal. Szóval, hogyha megvettek egy ilyet, az gyakorlatilag egy életre tervezték. Na most mi nálunk szerintem egy max 20 évre tervezzük alapból, mert hogy mindig van újabb kínálat, mindig egy kicsit az újra vágyunk, és stb. Már nem úgy vagyunk beállítottság szerint, pedig nagyon törekszek rá, legalábbis én az utóbbi időben, hogy mindent úgy vegyek, hogy soká vagy hosszú időn át tervezem, viszont ezek a mai dolgok, amik ma vannak gyártva, azok abszolút nem arra vannak tervezve, vagy egy egész életet, vagy akár nem tudom, 100 évet is kibírjanak, de amennyire tervezve vannak, szerintem ahhoz képest elég jó. Úgyhogy a Mercury-ról ennyit szeretnék mondani. Lehet forintba fizetni, és ki is szállítanak Magyarországra, ha jól tudom. Eléggé rugalmasak. Nehéz őket telefonon elérni. És hogyha például kinézel egy ajtót, ami nincs ott raktáron, akkor nagyjából 6-7 mire lesz. És várhatod, amíg hívnak általában, plusz 1-2 hét, én azt is megkockáztatnám, szóval ez a pontosság annyira nem oké. És viszont még akkor is azt mondom, hogy megéri, szuper egy kis hely, szuper akciókkal, nagyon jó áron vannak azok a dolgok, amiket máshol sokkal többért tudnánk megvenni. És van még valami, amire szeretnék ebbe a videóba fókuszálni, és ma is kaptam ezzel kapcsolatban egy e-mailt, és akkor arra gondoltam, hogy ezt az e-mailt felolvasom, nem pontosan, de felolvasok pár részletet belőle, és akkor erre is szeretnék így választ adni, mert ezzel kapcsolatban is rengetegen írtok nekem. Szóval, szia Dia! Szeretném a segítségedet kérni. A nyáron szeretnénk a városba, ahol élsz, ellátogatni. Érdekelne, hogy milyen apartman árak vannak egy-két éjszakára. Az a helyzet, hogy soha nem néztem még az apartmanokat, így ebbe a városba soha nem kerestem rá, biztos vagyok benne, hogy Bookingon, vagy szállás.com-on, vagy ilyesmi platformokon találtok. Én inkább ilyen panzió, mint például a Pokol Hotel, az egy ilyen kicsit híresebb, amit nagyon dicsérnek, illetve van egy ilyen Bella étterem és panzió, amit többen dicsérnek, ahol a kaja is jó, és ahol
ismerőseim már szálltak meg, és nagyon tetszett nekik, viszont ez egyik sem apartman, de biztos, hogy van itt is, soha nem néztem meg, úgyhogy erre nem tudok válaszolni, ne haragudjatok, nézzetek, utána keressetek, ugyanúgy, mint ahogy bárhol, ahova menni szeretnétek. Én általában mindig a Bookingot vagy a szállás.com-ot szoktam megnézni, biztos vagyok benne, hogy ott találtok ezzel kapcsolatban információkat. Én nem gondolom úgy, hogy túl sok különbség lenne Magyarországon és Szlovákiában ezen az árak között. Aztán van, amit tudnál ajánlani, egy-két szép helyet, amit érdemes megnézni, mármint itt a városban egy-két szép helyet. Na hát, amit én tudok ajánlani, azt semmiképpen ne hagyjátok ki, a Holtvágot. Szerintem az egy nagyon-nagyon szép, nekem mindig ilyen Balaton feelingje van, és mindig le is szídom egy kicsit magam, mikor rájövök, hogy olyan sokat járunk a Balcsira, pedig itt lakunk egy olyan szép kis part mellett, ahol vízi biciklizési lehetőségek, étterem, szóval, hogy tényleg egy csomó minden, csónakázás, és nem olyan áron, mint a Balcsin, hogy 6000 forint fél óra, hanem mondjuk 5 euró, ami mondjuk 2000 forint egy egész órát, vízibiciklizhetsz, meg ilyesmi, szóval tök jól ki van építve, csapolt kofola, csapolt sör, ott mindjárt a parton, nagyon jók, úgyhogy én azt ajánlom, aztán az Európa udvart, ami szerintem nagyon szép még itt, aztán a várat esetleg, hogy így a komáromi bástyát, ez így körbeöleli Komáromot, és szerintem nagyon szép. Attól függ, hogy téged milyen helyek érdekelnek. Magyar Komáromban esetleg a strand, én mondjuk az itteni komáromi strandot annyira nem szeretem, de eléggé ilyen olyan város, ahol, hogyha fel akarod találni magad, akkor fel tudod találni magad. Én ezeket ajánlanám így első körben, ezen felül biztos, hogy van még egy csomó dolog, de most ezek jutnak eszembe, amik nekem így az ilyen kedvenc helyek közé tartoznak. Természetesen, hogyha én megyek a gyerekekkel, akkor van egy csomó játszótér, meg ugripark, hogyha például konkrétan gyerekekkel jöttök, akkor van olyan, hogy Olimp Center, ami ilyen hatalmas nagy ugripark, ilyen játszóház, és van benne ilyen trambulinpark, meg nem is tudom, hogy mi volt annak a neve, Exatlon, vagy nem biztos, ahol ilyen feladatokat, pályákat kell teljesíteni gyerekeknek, ez például ilyen tizenéves gyerkőcök számára iszonyatosan jó, és ez a trambulinpark is nagyon-nagyon jó, úgyhogy ezeket mindenképpen tudom ajánlani. Aztán az utolsó kérdésem pedig kettő. A vasútállomás környékén vannak-e közelben vásárlóközpontok, vagy inkább messze van tőlük? Elég kevés dolog van ott a vasútállomás vagy buszpálya udvar környékén, viszont gyalog mondjuk nagyjából a belváros ilyen 15-20 perc kényelmes sétával. A másik meg az, hogy nálunk, itt Szlovákiában, Komárnóban, az, hogyha hívsz egy taxit, az akárhova mész a városon belül, tényleg egy utat számolnak, teljesen mindegy, hogy ez 2 kilométer, 5 kilométer, vagy 8 kilométer, a városon belül, ha mondjuk te kihívod a taxit a vasútállomásra, és onnan be akarsz menni mondjuk a Kauflandhoz, akkor 2 eurót, vagy 2 euró 50 centet fogsz fizetni, ez taxi társaságtól függ, de hogy ez a maximum. Szóval nincsenek ilyen kilométer árak, meg ilyen elszállt taxi árak, mint mondjuk Magyarországon szerintem, mert hogy én ott akárhányszor néztünk itt taxi árakat, ez katasztrofális volt, hanem itt egyetlen egy utat számolnak, mondjuk 1000 forintból bárhova elvisz a taxi egy útra. Úgyhogy én ezt mindenkinek tudom ajánlani, hogy hívjatok bátran taxit, gyakorlatilag az összes buszmegállónál mindenhol ki van téve a taxisokra elérhetőség, és 2 vagy 250 euróért simán el tudtok menni bárhova. Amire itt még szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy vannak városi buszok, ami mind ingyenes, ami azt akarja, hogy nem kell hozzá jegy, nem kell hozzá bérlet, hanem Magyar Komárom és Szlovák Komárom között is a buszjáratok ingyenesek, úgyhogy nyugodtan, ha kimentek a buszmegállóba, felszálltok a helyi járatra, leszálltok ott, ahol szeretnétek, és abszolút ez nem költséges. Úgyhogy ezt itt még szerettem volna megemlíteni, mert hogy itt ezek a tömegközlekedések teljesen másképpen vannak megoldva, mint máshol. Aztán nézem, hogy még mit írtatok. Illetve meg tudnád adni néhány nagyobb üzlet központ pontos címét, ne kelljen sok időt azzal töltenünk.
Az a helyzet, hogy erre viszont nem tudok válaszolni, mert hogy nem tudom, hogy milyen üzletközpontot keresel. Szóval, hogy ha bemész a belvárosba, ott mindjárt van egy vásárcsarnok, teli ilyen kis kínai üzletekkel, vagy például van olyan, hogy Family Center, ott van egy csomó olyan dolog, mint mondjuk a Takko, a Kik, a... nem tudom, szóval biztos, hogy szoktátok látni, Sportissimo, Tesco, aztán van egy Korzó, ami szintén egy ilyen bevásárlóközpont, ahol van mondjuk, nem tudom, CCC, meg nem is tudom, mik vannak még ott, Jiszk, meg ilyesmi nagyobb áruházak. Viszont, hogyha a belvárosba szeretnél menni, a Sétáló utcába, akkor ott is elég sok minden van. Úgyhogy, hogy pontosan mit szeretnétek, az azért eléggé tág. De hogyha beírjátok, hogy Komárnó, mondjuk, mit tudom én, CCC, akkor ez kiadja, hogy a Korzóba van, vagy a Korzó bevásárló központban. És tényleg, hogyha vasútállomásról hívtok mondjuk egy taxit, mert hogy azonnan eléggé messze van, az egy 3-4 órás séta például, az eléggé messze van, viszont ha hívtak egy taxit, az nagyjából 1000 forintba kerül, és akár 4-en is, ha vagytok, szóval se személyre nincsen kötve, se távolságra, csak arra, hogy városon belül. Ha városon belül, az egy útnak számít, és az ennyibe kerül, szóval szerintem ilyen téren ez egy tök jó megoldás. Viszont, hogyha szeretnétek esetleg konkrétabbat tudni, vagy konkrétabban érdekel valami, akkor nyugodtan írjatok meg, viszont általánosságban megpróbáltam itt válaszolni nektek. Ilyen pontos címeket, ne haragudj, most neked sem tudok küldeni, mert nem tudom, hogy pontosan aki kérdezte ezt az üzenetet, vagy aki írta ezt az e-mailt, hogy pontosan mi az, ami érdekel, mert hogy eléggé sok ilyen kis üzletközpontokból áll Komárom, szóval... abszolút attól függ, hogy mi az, ami prioritást élvez nálad, hogyha mondjuk inkább a bútorok érdekelnek, akkor menjetek ki a Mercurihoz, ott van a Korzónál, ott is van egy csomó ilyen hely. Úgyhogy igen, ez a kérdés az, amit ez a kettő, amit nagyon szerettem volna egy ebbe a videóba kiemelni, ha már ma ez a kis vlogolás, ez elmaradt. És ne haragudjatok, de tényleg, hogy így egy kicsit így elcsúsztam tegnap, viszont nagyon jó volt az egész nap, csak annyira elfáradtunk, hogy ez csak na... és a mai napunk is egy kicsit túlpörgős volt, úgyhogy holnap valószínű csúszni fogunk egy napot, mert a vasárnapi napot kihagyom így a vlogolásból, mert ugye az van ma, tegnap meg nem vlogoltam, szóval a tegnap itt fogom kihagyni, de hogyha a Jóisten is azt akarja, akkor ezt most nektek összevágom és felteszem ma, és akkor a következő vlog, azaz az ötödik rész, az kedden fog a csatornára kikerülni, úgyhogy köszönöm, hogyha ezt megértitek. Legyen nagyon szép estétek, sziasztok!